kabaré és komoly zene mesterfokon. Ezzel várjuk Önöket ma este. Jó estét kívánok, a Sziluettet a TV13 kulturális műsorát látják. Kezdjük a komoly dolgokkal, ami igazából csak a műfaji megkötésre utal. Hiszen 9 éve vette kezdetét egy zongoraművész, Balázs János álma, miszerint szerette volna, ha jobban megismerik itthon példaképe Cifra György tehetségét és munkásságát az általa 10 éve szervezett emlékkoncertek helyett egy fesztivál keretében. 2016-ban létrejött az első rendezvény, amihez a 13. kerületi önkormányzat is csatlakozott a Fiatal Tehetségek koncertjével, amit a József Attila Művelődési Központban tartottak meg. A hagyomány ma is él, ahogy a fesztivál is. S hogy kik lettek 2024-ben az év díjazottjai, az már is kiderül, hiszen ezúttal 3-an, 2 kreatív művész, valamint egy kerületi kötődésű ifjú tehetségdíjjal kitüntetett zenész is a színpadra lépett a Zongora Virtuóz születésnapjához kapcsolódó koncerten. Jöjjenek a részletek! A tehetség sokrétű, az emberek sokfélék, mindenkit máshogy kell támogatni. Így kezdte köszöntő beszédét Balázs János Kossuth Díj zongoraművész a Cifra Fesztivál díjazottjainak koncertjén, ahol minden a fiatalokról szólt. S bár az évek alatt Londontól Isztambulig, Oszlótól Imoláig számtalan külföldi koncert és több mint 170 fellépő színesítette a rendezvényt, Cifra György otthona a 13. kerület, Angyalföld, minden alkalommal része a fesztiválnak, ami ma már világhírűvé nőtte ki magát. Azt hiszem, lehet ezt mondani valóban, hiszen nemrég Oszlóban jártunk, vár ránk a londoni Royal Philharmonic Orchestra hamarosan, Olaszország, Brüsszel, Párizs és jövőre Amerika, egészen New Yorkig repülünk, a Lincoln Centerig és a Carnegie Hallig, de ez nagyon szép és nagyon jó, és nagyon büszkék lehetünk rá, de nekünk ugye itthon van a bázis, itthon van a szívünk, és nagyon jó érzés az, hogy 10. alkalommal indíthatjuk útjára a fesztiválunkat, azt a kezdeményezést, amelynek ugye a legfontosabb célja Cifra György nevének, örökségének a megismertetése, átadása és a továbbadása. Szép dolog a láng őrzése, de még szebb, amikor újabb fáklyákat gyújtunk meg, és tulajdonképpen ez az álog annak, hogy akár 30-40-50-100 év múlva is ez az örökség élő lesz, és ez az örökség itt marad Magyarországon, hiszen ha valaki adja és valaki kapja, akkor biztosan rendben lesz a Kárpát-medencei Liszt DNS a jövőben. És teszik ezt a fesztivál keretein belül úgy, hogy a művészeti ágak szerteágazó lehetőségeit kínálják a közönségnek. Ahogy Balázs fogalmazott, egy olyan szinergiát próbálnak kialakítani a művészek és művészetek között, ami előremutató. A Cifra Fesztivál valóban ebben is úttörő volt, hiszen mi elsőként álltunk bele ebbe a lehet azt mondani, csatába, mert azért még mindig vannak ezek a nagyon kemény irányok, de még a legbigottabb zeneakadémiai professzor is, hogyha meghallott ezeket a koncerteket, tetszett neki, hiszen valóban a zenei érték volt a legfontosabb, és ezért volt az, hogy Cifra György a Bárokban is, és a Carnegie Hallban is ugyanolyan szeretettel, és ugyanolyan lelkesedéssel és elismeréssel fogadták. Minden évben igyekszünk magasabbra tenni a létet, és meghívni olyan művészeket, akik ezt az ideológiát képviselik. Én nagyon-nagyon várom most decemberben Márta Argerics és Misha Majszki koncertjét. Szerintem Márta Argerics Cifra György után a legnagyobb zongoraművész a világnak, és utána nem is tudnék kit említeni, akik ebből az aranykorszakból merítettek, akik Liszt Ferenc örökségét ilyen aspektusban tudnák megvalósítani. De szintén vendégünk lesz Fuzzy Száj, Nikolaj Luganszki, Vadim Repin, a magyar kiváló hada és sora Keller Andrástól Miklóssal Erikáig, Bogányi Gergelytől Kelemen Barnabásig az egész évet felölelő majdnem 60 eseményt rendezünk majd, úgyhogy mindenki válogathat, és valóban a klasszikus zene az a fő iránya a fesztiválnak, de lesz majd cigányzene, bárzene, popzene, könnyűzene, és hát a tehetségek támogatása, ahogy mondtam. Az Cifra Györgynek is fontos volt, nekünk is fontos kell, hogy legyen, a névadónk miatt is, illetve hát személyes ambícióm is az, hogy a fiatalokat támogatni kell. Óriási tehetségek vannak, és ők nélkülözhetetlen az, hogy mind erkölcsi, mind szakmai, mind anyagi jellegű támogatást nyújtsunk ahhoz, hogy sikeres életük legyen. Ezzel a céllal a Cifra Fesztivál több díjat is alapított, amit minden alkalommal február elején a nyitókoncerten a Zeneakadémia nagy termében adnak át. A
kreatív művész, valamint az ifjú tehetség díjak pénzjutalommal is járnak, amit a 13. kerületi önkormányzat biztosít. Évente két a pályája elején álló kiemelkedő tehetség 1-1 millió forint anyagi támogatásban részesül, míg egy 18 év alatti ifjú tehetséget 300 ezer forinttal jutalmaznak. Ezen túl egy koncert keretében mutathatják meg tehetségüket a József Attila Művelődési Központban. Rozsonics Ildikó zongora művész az egyik, aki átvehette a kreatív művész díjat. Családjában csupán a nagypapája volt kapcsolatban a zenével, tangó harmonikásként. Ő mégis már 4,5 éves korától tanult hangszeren játszani. Fél évig tanultam furuját, azonnal beleszerettem a zenébe, és 5 éves koromban már zongoráztam. És már azóta órákig ültem a zongoránál, és improvizáltam, meg egész kiskorom óta a rádiót egyfolytában minden nap hallgatom, még éjszaka is, hát klasszikus zenét nyilvánvalóan, de más műfajokhoz is kapcsolódom nap, mint nap, szóval nem csak az volt az első nagy mérföldkő, hogy 9 évesen felvettek a Zeneakadémiára, nem már azelőtt voltam versenyeken is, meg hát igen, 4,5 éves korom óta már aktívan zenélek. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy Balázs János professzor úr jó voltából ezt a díjat elnyertem, és mivel vele is már több éves mentori, meg művészi kapcsolatban voltam, és régóta figyeltem már a Cifra Fesztiválnak a munkásságát, meg a Cifra mesterkurzusokon is részt vettem többször is, szóval ez tényleg egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ebben az elismerésben részesültem. Ildikó célja, hogy itthon és külföldön is koncertező zongora művész legyen, de a tanítás is a tervei között szerepel, ahogy zeneszerzést is szeretne tanulni, és ami biztos, hogy soha nem akarja abba hagyni a zenetanulást. Cifra Fesztivál tehetségeinek koncertjén Ildikó mellett Lugosi Dániel Ali klarinét művész is színpadra lépett, aki vele együtt kapta meg a kreatív művész díjat. Az ő esetében a hangszer választás mondhatni a véletlen műve volt, ahogy ő mesélte, a hangszer választotta őt. Ugyanis a zeneiskolában csak a fúvós tanszakon volt egy szabad hely. Minden elismerés számomra egy visszajelzés. És egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen művészek és ilyen zsűrik, és az én példaképeim ismerik el az én művészetemet, ha lehet így nevezni, vagyis hát művészi próbálkozásaimat. Gyerekként sok lemondás van egyébként a zenetanulással, de ezt így 25 éves fejjel az ember azért máshogy látja. Azok a lemondások, azok a versenyek, azok a gyakorlós napok, akár karácsonyi gyakorlás, az mind megéri, amikor kimegy, és csak át tudja adni azt, amit igazából szeretne, és igazából gondol a darabban. És a közönség ezt teljesen átveszi, és olyankor egy ilyen csodálatos csend lengi be a termet mind. Természetesen vannak olyanok, amiket esetleg így visszanézve máshogy csinálnék, de számomra mindig az előre az út. Dániel fiatalkora ellenére már tanárként is továbbadja a tudását, és tanácsadással segíti azokat a gyerekeket, akik szintén a klarinitot választották hangszerüknek. Jövőbeni tervei között pedig a zene mellett a jótékonyság szerepel, méghozzá egy gyermekalapítvány és saját árvaház létrehozásával. A
koncert harmadik fiatal előadója különös büszkeséggel tölthette el a közönséget, hiszen az ifjú tehetségdíjjal kitüntetett Hamar Luca Valentina a 13. kerületi Fischer Anni Zeneiskolában kezdte zenei tanulmányait, ahol bár eleinte klarinétozott, az adottságai miatt 3 év múlva váltania kellett, és ő az oboát választotta. A zeneiskolám nekem nagyon sokat segített, ehhez a díjnak az eléréséhez is, és magának a felvételimhez is a konzervatóriumba, aminek nagyon hálás vagyok. És maga ez a hely, ez a színpad számomra igen közel áll a szívemhez, és nagyon ismerős is. És már nagyon vártam ezt a fellépést. Ez a díj egy nagyon nagy lehetőség számomra, hogy megmutassam, hogy merre is szeretnék menni én, hogy milyen célokkal rendelkezek, és hogy megmutassam magamat nagyobb közönségek előtt. A színpadhoz való hozzászokásomhoz is nagyon segít, hiszen a zenésznek egy alapkészsége az, hogy kényelmesen érezze magát a színpadon, hogy teljesen át tudja magát adni a zenének. Bár a cifradíj eléréséig nem hittem, hogy szóló karrierbe is gondolkodhatok, viszont ez nekem nagyon sokat segített lelkileg is arra, hogy meggyőzzem magamat, hogy én tényleg szeretnék egy szóló karriert egyszer felállítani. És nagyon sok motivációt is adott, hogy folytassam, és hogy ez irányba is menjek. Luca számára a legfontosabb, hogy a színpadon állva ráébressze a közönséget a komoly zene szépségére, és átadja azt az érzést, amit éppen ő érez és kap a zenétől. A Cifra György Fesztivál során egy-egy díjra rekordszámú jelölések érkeznek, akik közül a szakmai grénium azoknak ítéli oda az elismeréseket, akiknek szüksége van rá érezni a tehetségében, hogy nem egy átlagos talentum, és feltehető a pódiumra, hiszen az elismerést követően nem engedik el a fiatalok kezét. Nagyon jó leső érzés nyomon követni is a fiatal tehetségeket, azt látni, hogy a díjjal gazdagodott az eszköztárok, gazdagodott a lehetőségi palettájuk, azóta esetleg más díjakat is elnyertek, aminek az alapja a mi kitüntetésünk volt. Azóta nagyon sok koncerten léphettek fel, megismerte a közönség őket, bontakozik a nemzetközi karrierjük, tehát ezek mind fontos dolgok. Ezek a díjak elismerések ugye főleg fiatalkorban azért nagyon fontosak, mert megerősítést adnak a művésznek. Az, hogyha inspirálhatok egy fiatalt, akkor kötelességem a jó irányba terelni őt, és kötelességem a lehetőségeimhez képest támogatni. Az, hogy egy fesztivállal tehetem most már ezt meg, egy csapattal, akikkel dolgozunk, akik segítenek a támogatói körrel, akik mögöttünk vannak, és a állandó teltházat biztosító közönséggel, az pedig még inkább felhatalmaz arra, hogy valóban egyre inkább a láng továbbadása legyen a cél. És hogyha esetleg a 20. Cifra Fesztiválon találkozunk, akkor nagyon remélem, hogy az elmúlt évek díjazottjai már akár nemzetközileg befutott művészként jelen lesznek, és hangos lesz tőlük a világ. És azt tudjuk majd mondani, hogy igen, mi tudtuk segíteni őket az első lépésekben, és lám-lám, ma már azt az ideológiát, amely nagyon magyar, ami Cifra György szellemiségéből ered, az bizony megkódítja a világot. És erre minden lehetőség adva van, hiszen a Zongora Virtuóz születésnapján november 5-én már megtartották a 10. Cifra György Fesztivál nyitó eseményét a Zeneakadémián, amelyre Balázs János egy különleges vállalkozással, Liszt Ferenc mind a 19 magyar rapszódiájának előadásával készült. A jubileumi programsorozat már most ősszel elkezdődik, ami világsztárokat és mintegy 40 eseményt ígér. Az imént látott fiatal tehetségek koncertjét 2025. január 7-én teljes egészében láthatják majd a TV13 csatornáján. Most pedig folytassuk humorral, egészen pontosan utazzanak el velünk a múltba. Képzeljenek el egy hangulatos múltszázadi kávézót, ahol jókedvűen beszélgetnek az emberek, majd egyszer csak megszólal valaki egy füstös színpadon állva. Mindenki felkapja a fejét, és pár perc múlva már nevetéstől hangos a tél, lekerülnek az asztalra az újságok, és az emberek tekintete a színpadra figyel. Ma már nem igazán találunk
ilyen helyet Budapesten, pedig milyen jó lenne. Azonban egy-két órára bárki részese lehet az élménynek, mégpedig a Pesti Színházban, ahol a színpadon álló konferencié nem más, mint Feszbaum Béla, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a kedves nézőket. Köszönöm, hogy itt lehetsz, és nyilván az első kérdésem az az, hogy te kávéházadat hogyan kell elképzelni, ahová betérhet a pesti polgár, ami a beszélgetésünk apropója, illetve egy estnek a címe is egyben. Igen, hát egy zajos és mindenképpen élettel teli kávéház ez, ami egyébként változik az idők során. Ez a Pesti Polgár című est tulajdonképpen egy időutazás, aminek a műfaja, vagy amilyen műfajt ez az időutazás segítségül hív, az a régi klasszikus pesti kabaré. Ami valamikor a század forduló, ahogy a 20. század első éveiben ver gyökeret a pesti flaszteren, és onnantól kezdve abban a formájában, amiben én nagyon szeretem, és amely korszakot megidézek, tulajdonképpen jó néhány évtizeden keresztül él, és szolgálja, és szórakoztatja a pesti polgárt, ezekben a pici kávéházakban, de hát nem is kávéházakban, hanem kabarék ezek, ahol valóban van egy pici színpad, és valóban mindenki azt figyeli, hogy azon a színpadon mi történik. Szóval egy időutazásos játék ez, ahol még egyszer mondom, a kabaré segítségével lehet picit végig pörgetni az ujjaink között azokat az évtizedeket, amelyekről ez az este szól, vagy amelyekről mesélni szeretne. Még egyszer mondom, tehát a 20. század legelejétől talán az 50-es, 60-as évek végéig, vagy 60-as évek végéig, ameddig még egyszer mondom, az a fajta klasszikus kabaré él, amiről ez az este mesélni, vagy beszélni szeretne. Hogyan született meg ennek az ötlete, és nyilvánvalóan gondolom én, nagyon nagy kutatómunka van-e mögött? Van mögötte természetesen kutatómunka is, meg van mögötte egy igazi alkotói szenvedély és egy nagy szeretet, ami engem ehhez a műfajhoz köt. Én nagyon sokat kaptam ettől a műfajtól, és csak szerettem a televízió és aztán kisebb-nagyobb színházak műsoraiban is részt venni ebben a műfajban. És egy kicsit mindig többet szeretnék róla gondolni, mint amennyi. És erre a pesti kabaré szövegei és a pesti kabarénak az előadói, a konferenciéi, a momentumai és hát természetesen a körülötte lévő világ, amire reflektál, valójában erre lehetőséget is ad, hogy ez ne csak egy röhögtető, mindent kinevető, hanem egy picit elgondolkoztató este is legyen, ami egyszerre szól a múltunkról, és természetesen egyszerre szól a mához is. Tehát ne csak egy múzeumot nézzem majd ez alatt a Pesti Polgár című előadás alatt a kedves néző, hanem egy picit az anyagok kapcsolatba lépjenek a jelennel is. Hogy született? Időről időre én készítek ilyen jellegű egyszemélyes színházi esteket. Egy Kosztolányi estel indult jó néhány évvel ezelőtt a Vígszínház házi színpadán, Seres Rezső estel folytatódott, aztán Molnár Ferenccel, így van, az jelenleg is látható egyébként a Vígszínház házi színpadán. Szóval időnként megtalál engem, vagy én közösen megtaláljuk egymást ezzel az egyszemélyes műfajjal, a színházi munkáim mellett előbukkan néhány olyan anyag, vagy néhány olyan téma, amivel szeretnék afféle egyszemélyes színházi előadóként foglalkozni. És tulajdonképpen a dolog konkrét születése valójában egy tragédiához, vagy egy szomorúsághoz köthető, és ez nem más, mint az én drága kedves kollégám, és nagyon nagyra tisztelt mesteremnek is akár mondhatom, a Benedek Miklós halála is eltávozta. Épp volt a fejemben valami, egy újabb készülő egyszemélyes színházi este, azokban az időszakokban, amikor a Miklós betegsége már nagyon felerősödött, és sajnos el is kellett búcsúznunk tőle, és itt hagyott bennünket. És akkor egy pillanatra a háttérből előlépett a kabaré. Az a kabaré, amiről mi ketten a Miklóssal nagyon-nagyon sokat beszélgettünk. És valójában nagyon sokat kaptam és tanultam tőle erről a műfajról, és arról, hogy hogyan is, vagy milyen módokon is érdemes ezt csinálni. És ugye van egy előadás, ami a Miklós és két
nagyszerű alkotótársa, a Császár Angél és a Szacsvai László által előadott legendás, egyébként idén decemberben pont 45 éves Budapest Orfeum, ami nagyon sok előadást azóta is, és nagyon sokféle alkotót ihletett meg, és ezzel én sem vagyok másképpen. És tulajdonképpen ebben az estében, a Pesti Polgárban egy picit szeretnék fejet hajtani ezelőtt az este előtt is. Az egész, a Miklós egész életműve, és hát ennek egyik fő állomása a Budapest Orfeum előtt is, amely előadást természetesen utánozni, másolni nem szabad, nem is lehet, nem is kell és nem is akarok. Viszont a szellemiségét meg valahogy úgy éreztem Miklós távoztával, hogy valahogy tovább kell vinni, úgy használni és arra használni a kabarét, amire azt a Miklós és nagy tehetségű, csodálatos társai tették. És itt jött az az ötlet természetesen nekem is, hogy itt alakult ki végül is a fejemben, hogy egy egyszemélyes színházi estém lesz, tehát nem lesznek benne társaim. Alapvetően legendás konferenciék köré csoportosítva, de valamiféle laza időrendben mégiscsak átpörgetni az újunk között a 20. századi magyar történelmet. Hogyan élt túl, min nevetett, mikkel küszködött a pesti polgár, és hogyan segítette minden gondjában és bajában, hogyan állt mellette a pesti kabaré, hogyan álltak mellette annak a szerzői, előadói és konferenciéi, hogyan mondták ki gyakran helyette a kimondhatatlant, vagy hogyan tanították őt olvasni a sorok között. Azt mondja Kosztolányi Dezső a pesti kabaréról, hogy tulajdonképpen így fogalmaz, a szenvedésünknek egyfajta biztosító szerepe, ha nem lenne, lehet, hogy robbanás is történne. Mert hogy itt a kabaréban tulajdonképpen minden szabad, nyugodtan oda lehet mondani bárkinek és bárminek, nyugodtan ki lehet mondani az igazságot, fájjon ez akármennyire is bárkinek, hiszen a végén az ember megvonja a vállát, vagy széttárja a kezét, hiszen ez csak egy tréfa volt. És ez az este egy, még egyszer mondom, egy ilyen történelmi játék, amit Miklós életműve és Miklós kabaréhoz való hozzáállása ihletett. Ez az este nem lenne nélküle, és tulajdonképpen ezért is ajánlottam neki, az ő szellemiségének ezt az estét. Egy ponton valóban az előadás egy pontján ténylegesen fejet is hajtok előtte, és meg is emlékezem róla. Mindezzel együtt természetesen ez az este egy kabaré, tehát nagyon remélem, hogy úgy tud viselkedni, vagy úgy fog viselkedni, ahogy egy igazi kabarénak kell, tehát alapvetően szórakoztatnia kell, de közben, hogyha más, mélyebb, érzékenyebb tartalmak is megszólalnak, vagy ahol belelép a történelem az életünkbe, vagy belelépett pontosabban szüleink, nagyszüleink, dédszüleink életébe, ott egy picit elszorul a torok, azt pedig igazán nem bánom, mert még egyszer mondom, az is a célja ennek az estének. Hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban, hiszen a Molnár egy személyes esteden vagyok, Osztolányinál egyértelmű volt, hogy kiről szól, vagy kit próbálsz megeleveníteni. Itt a kabaré jeles személyiségeitől, vagy az jeles személyiségeit próbálod a nézők elé varázsolni, vagy visszahozni azt a légkört, azt a szellemiséget, amiket ők idéztek elő? Tulajdonképpen igen. Valójában úgy képzeld el ezt, vagy úgy képzeld el a kedves közönség, mintha egy ugye a mai korszaknak egy nagyon, nagyon népszerű, és egyébként a klasszikus pesti kabaréhoz is valamilyen úton-módon köze van típusú műfaj, mintha egy stand-up lenne ez. Csak nem mai szövegeket mondok benne, vagy tehát nem egy 21. századi terminológia, meg tematika van benne, hanem még egyszer mondom, a régi pesti polgár ügyei, gondjai, bajai, és a történelem által rárót hányattatásai vannak benne mind. Egy kicsit hasonlít tematikájában, bár teljesen más típusú a két előadás. A Vígszi házban játszottuk hosszú-hosszú éveken keresztül az Ösztánc című esténket, ahol ugye a Vígszi ház társulata végig táncolta tulajdonképpen a 20. századot. Itt pedig egy alak, ez jelen esetben én leszek, áll egy pici színpadon, a Pesti Színház picit kisebbé tett színpadán, egy kabaré színpadon, egy konferencié szerepében.
És egy picit végig konferálja, vagy végig kommentálja, még egyszer mondom, azokat az évtizedeket, a 10-es évektől, még egyszer mondom, kb. A 60-as évekig, ameddig ez a klasszikus kabaré él, és úgy él, abban a formájában él, amit én nagyon-nagyon szeretek. Fontos megjegyezni, hogy ez egy zenés est, tehát nem csak prózát hallhatnak majd, vagy vidám dolgokat hallhatnak az emberek, hanem dalokat és zenéket is. Milyen dalok, mi alapján válogattad ezeket össze, hiszen azt gondolom azért nagy volt az a kosár, amiből kivehetted azt, ami számodra most éppen aktuális lehet. Ja, igen, hát ez egy nagyon, nagyon nagy kosár, és hát természetesen sokszor-sokszor, ez egy 2x45 perces este, sokszor-sokszor 2x45 percet lehetne összeválogatni, valóban nagyon nagy a kosár. Egyfelől volt egy olyan szándékom, és ezt az előbb is említettem, és ezelől nem szeretnék kitérni, hogy nagyon, miután ez egy főhajtás ezelőtt, az előadás előtt is, és egyáltalán nem bánom, ha a közönségnek ilyen szempontból ez beugrik, vagy emlékeznek majd dalokra a Budapest Orfeumból. Tehát nagyon használom azt a dalkincset, amit a Miklósék annak idején használtak. Természetesen más sorrenden, vagy más léptékben, máshová passzentva, de nagyon használom azt az anyagot, amit ők annak idején felfedeztek. És hát természetesen rengeteg régi kottám van, rengeteg régi dologgal rendelkezem én magam is, tehát tulajdonképpen nagy könyvtározás ilyen szempontból nem előzte meg, mert hál' Istennek azt kell mondanom, hogy ezeknek a nagy része ott sorakozik mind a polcomon. Valamelyikkel találkoztam is már korábban, valamelyiket direkt emiatt, az est miatt tanultam meg. Egy picit egyfajta összegzés is nekem is, hogy mindaz a dolog, amivel eddig ezzel a műfajjal kapcsolatban találkoztam, az most hogyan ér egybe egy ilyen színházi és zenés estén, úgyhogy a dalok is ennek a fényében lettek összeválogatva. Egy nagyon kedves színházi barátnőm és kolléganőm, Termes Rita, zongora művésznő kíséri majd az estet egy szál pianinóval, megidézve tényleg a dalokon keresztül is egy egész korszakot. Nyilván nagyon fontos kérdés lehet az, hogy mikor lehet látni ezt az előadást, és egy kulisszatitkot elárulok a nézőknek, ha megengeded. Ugye, amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor említetted, hogy igazából először látható ez a Víg, illetve a Pesti Színházban. Így van, a tulajdonképpen egy pici helyen debütált Pesten az előadás áprilisban, és aztán utána volt egy 13. kerülethez köthető előadása a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében, a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában a fesztivál meghívására adtam ott elő ezt az estet, egy nagyobb közönség előtt, közel 400 fő előtt. És akkor arra gondoltam, hogy megkérdezem a Rudolf Pétert, igazgató urat, hogy adna nekem egy időpontot decemberben, és kipróbálhatnám ezt a Víg Színház és a Pesti Színház közönsége előtt is, és átadhatnám-e ezt az anyagot a mi közönségünknek, a kerület közönségének is akár, és többek között ezért is vagyok itt, és hálásan köszönöm, hogy erről az estéről hírt adhatok. És ezt a lehetőséget megkaptam, úgyhogy így alakult ki ez a bizonyos december 15-i vasárnap délutáni időpont, ami egyelőre az egyetlen időpontja, meglátjuk, hogy hogyan alakul az élete, vagy mifelé mehet majd. Én bízom benne, hogy egy szép és emlékezetes délutánunk lesz. Kiknek ajánlod ezt az előadást, hiszen amiről mi most beszélgetünk, hát ha jól satszolom, körülbelül az 50 éves korosztálytól fölfelé vannak emlékeik az embereknek, és érezhetik úgy magukat, hogy Istenem, de jó újra ilyen helyen lenni. Abszolút, jól látod és eltaláltad. Természetesen nagy szeretettel várom rá az idősebb korosztályt, az 50 vagy akár 60 pluszos korosztályt inkább, hiszen nekik valóban jelent vagy jelenthet valamit ez a világ. Viszont az elmúlt egy-két alkalom, mikor ez megszólalt, vagy volt szerencsém kipróbálni már közönség előtt, fiatalok köréből is érkezett olyan visszajelzés, hogy de megnézném még egyszer, sőt tudom, hogy jönne is, és kíváncsi rá. Hogy mondjam, bízom benne, hogy találhat utat egy másik generációhoz is. Talán épp úgy, mint ahogy annak idején, bár személyesen nem láthattam, de felvételről viszont igen, ahogy annak idején hozzám mondjuk fiatal színészként, vagy fiatal előadóként odaért, vagy megszólított
a Miklósékféle Budapest Orfeum előadás. Sose lehet tudni, hát ha valaki a fiatalabb generációból pont ez az este ihlet arra, hogy ezzel az anyaggal foglalkozzon, hogy ezt az anyagot tovább vigye, vagy tovább éltesse. Egy nagy kincsünkről van szó, még azt azért hagyd mondjam. Tehát egy igazán különleges, nagyon, nagyon magyar és ezenből nagyon pesti kultúrkincs ez a klasszikus kabaré anyag. Egy valóban egy hatalmas irodalom, egy hatalmas alkotói és szerzői gárda, és személyes ambícióm, hogy őket ne utaljuk át a feledésnek, hogy egy estén, ezen a mostani estén egyszerre, laza időrendben, de újra színpadra lépjen Nagy Endre, Békefi László, újra szóljon a közönségéhez Darvas Szilárd, Kellér Dezső, újra szórakoztassa a pesti közönséget Steinhardt Géza, nagyszerű kuplé énekes, vagy akár a közelebbi múltból Kazan László. Hogy szóltak ők annak idején a közönségükhöz? Hogy beszéltek a kabarén keresztül, és hogy ez hogy tud odaszólni adott esetben a mához is, ennek egy zenés kísérlete, és bízom benne még egyszer, hogy egy érvényes kísérlete a Pesti Polgár című előadás, amelyre nagyon sok szeretettel várlak téged is, és sok szeretettel várom ennek a műsornak a nézőit. Én azt gondolom erről, hogy abszolút egy hiánypótló előadás, és visszacsatolva még egy picit a korosztály ajánláshoz, talán a mi gyermekeink vannak már abban a korosztályban, akik szintén szívesen mennek ide, hiszen tőlünk hallhattak, velünk láthattak ilyen vagy ehhez hasonló dolgokat, és most ők is megtapasztalhatják a saját bőrükön, és érezhetik, hogy hát ez lehet, hogy jó. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél ide, nyilván sok sikert kívánok, és bízom abban, hogy 2025-ben is lehet majd látni ezt az előadást, mert nem csak mi érezzük úgy, hogy erre szükség van, hanem majd egyre több néző is ezt gondolja majd. Legyen így, és köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy beszélgettél ma velem. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, és hogyha tehetik, akkor járjanak színházba, keressék a kulturális programokat. Néhányat mi is elhozunk a nappaliukba, például decemberben is, azonban a megszokottól egy héttel korábban, december 17-én este számítunk Önökre, hogy ismét együtt fedezhessük fel a kultúra körvonalát. Viszontlátásra!